applikációban rengeteg dolgot szeretnénk majd megosztani. És még egyszer köszöntöm külön szeretettel azokat, akik most fognak először hallani a Daisy-ről. Talán találkoztak már egyébként a Daisy-vel az utóbbi néhány hónapban, de egyelőre még nem kapcsolódtak bele a projektbe, és pontosan azért vannak itt a mai napon, mert szeretnék hallani, hogy miről is szól a Daisy. Szerte a világ minden tájáról nagyon sokan beszélnek a Daisy projektről, és hát ez nem véletlen. Nagyon sok ágazatban már letettük a lábnyomunkat, és a mai napon nagyszerű információkat szeretnénk megosztani önökkel azzal kapcsolatban, hogy miről is szól maga a Daisy projekt. Nos, akkor vágjunk is bele, és kezdjük el a mai napot. A napunkat természetesen egy jogi megjegyzéssel szeretnénk kezdeni. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy a Daisy közösségi finanszírozási csomagok vásárlásában, vagy vásárlásával az ember saját tőkét kap a Daisy fejlesztéséből. Ez egyébként nem egy kereskedelmi beruházás, és minden egyes hozzájáruló közösségi finanszírozási eredményekben fog majd részesedni. Tehát mielőtt még a tőzsdére vonulnánk, minden a közösségi finanszírozásban résztvevő Endotech részvényeket fog kapni. Ezeknek a részvényeknek szükség van az úgynevezett KYC megerősítésre. Itt fontos, hogy minden egyes tagnak a jogi identitásának az ellenőrzése megtörténjen, mielőtt még megkaphatnák ezeket a részvényeket. A jutalmak azok ugye nyilvánvalóan a teljesítményen fognak alapulni, az eredményeket nyilván nem lehet garantálni. Minden teljesítmény egyébként teljes mértékben, teljes transzparenciával látható lesz minden egyes közösségi finanszírozásban részvevő tag számára, és az is fontos, hogy az alapoknak a 46%-a az úgynevezett okos szerződések alapján jelenik majd meg, és egyébként az Egyesült Államokban az ottani jogszabályok alapján ugye ilyen jellegű szerződése nem kerülhet sor. Tehát a Daisy az egy úgynevezett decentralizált mesterséges intelligencia rendszer, ebben okos szerződésekről beszélhetünk közösségi finanszírozási platformon, ahol mindenki nyer, mindenki részesül a profit jutalékokban, a részvény tőkében, illetve passzív jövedelemben. Tehát ez egy nagyon-nagyon erőteljes, még egyszer mondom, úgynevezett okos szerződés. És miért? Pontosan ezért sikerült az utóbbi néhány hónapban hihetetlen növekedést elkönyvelni. Azért, mert bizalmon alapul, és az üzleti életben a bizalom egy eléggé komoly kérdés, és hát itt az okos szerződések, azok nagyon különlegesek, mert garantálják azt, hogy teljes transzparencia, teljes átláthatóság nyilvánul meg az egész blockchainen, és tehát még egyszer mondom, a blockchain 100%-ában teljes átláthatóságot biztosítunk, tehát nem lehet megváltoztatni a szerződéseket. Tehát azok az ígéretek, amelyeket a mai napon hallanak, az pontosan az alapja annak, amiről beszélünk majd. Tehát lényeg az, hogy amilyen szerződést megkötöttünk, azt nem lehet változtatni, nem lehet belenyúlni, és azok tényleg minden időben követhetők, teljes transzparenciát biztosítunk. Még egyszer mondom, ez egy közösségi finanszírozási platform, és ezt az úgynevezett equity, tehát saját tőke közösségi finanszírozási rendszerekben is használjuk. És hogyha az ember ebben részt vesz, gyakorlatilag a technológia fejlesztéséből is kiveszi a részét. El fogjuk pontosan mondani, hogy az ember hogyan vehet részt a crowdfunding folyamatban.
to be an early mindenképpen szeretnénk megadni a lehetőséget önöknek, hogy minél korábban becsatlakozzanak ebbe a projektbe, és nagyon fontos, hogy a DAISY az teljesen más attól, amit bárhol találhatunk a piacon, tehát akár a profitról beszélünk, akár a részvény részesedésről, akár a passzív jövedelemről. And the founders and the leaders around the world, this is really the driver. Tehát azt kell mondjam, hogy pontosan ez a mozgatórugó a DAISY mögött. Tehát ha valaki nem vesz részt az úgynevezett peer-to-peer programunkban, és csak tagként szeretne részt venni ebben a projektben, az is megvalósulhat, tehát akkor is nyilvánvalóan nyerni fog. Még egyszer mondom, profit, részvény, tőke, és a lehetőség a passzív jövedelemre, ezek mind-mind meg fognak jelenni ezek az oldalon. Nos, én azt kell, hogy mondjam, hogy éppen ez az egyik legerőteljesebb eleme a DAISY platformnak, amiről a jelen pillanatban beszélünk. Nos, akkor beszéljünk egy picit a közösségről, hogy mit is tett a közösség az utóbbi 150 napban. Nos, több mint 170 millió hozzájárulás érkezett okos szerződések keretén belül a projektünkhez az utóbbi 150 napban. Ugye itt az Endotechről, a mesterséges intelligencia, alapuló kereskedelmi platformról beszélhetünk. Több mint... Jeremy, elnézést, hogy közbeszólok. A kínai tolmácsot esetleg vissza lehetne csatlakozni. So, over 170... Nos, tehát... Több mint 170 milliónyi hozzájárulás érkezett 150 napon belül, 149 ezernél is több ember választotta azt, hogy hozzájárul ehhez a programhoz szerte a világról, és ugye ők adták össze a több mint 170 millió dollárt. Hát ilyen soha nem történt még ebben az ágazatban. Tehát, hogy ennyi ember döntene úgy szerte a világból, hogy részt vesznek egy ilyen nagyon sikeres projektindításban. És borzasztóan büszkék vagyunk erre, hogy ilyen közösséggel rendelkezünk. Ugye az a mesterség intelligencián alapuló kereskedelmi platform, ugye aminek a közösségi finanszírozása megtörtént, az több mint 90%-os profitot hozott az utóbbi 150 napban, úgyhogy minden egyes hozzájáruló, aki a DAISY projektbe hozzájárult, már elmondhatja egyszerűen a többieknek, hogy miről is szól ez a projekt, és hogy valóban ilyen jutalmak, ilyen jutalék az, amit rendszeresen lehet generálni. Tehát több mint 90 millió amerikai dollárt adtunk már jutalmazásként ki a tagoknak, tehát még egyszer, több mint 90 milliót fizettünk ki a DAISY tagoknak az utóbbi 150 napban a jutalmazási tervünk keretén belül, és hát a cél, hogy egy milliárdnyi hozzájárulás sikerüljön elérni 2022 áprilisáig, ugyanis 2022 áprilisában fogjuk ünnepelni ennek az Endotech mesterséges intelligencia projektnek az első éves évfordulóját. Tehát lehet látni, tényleg hihetetlen sikert tudtunk már mostanáig elkönyvelni. Pedig még csak most indultunk, nagyszerű vezetőségi eseményre fog sor kerülni, ahol a 150 vezető, vagy legfelsőbb vezetőnket fogjuk megindítani. Az elkövetkező néhány hétben egyébként erről majd további információkat lehet hallani, ugye szeptemberben fog erre sor kerülni, és már most megpróbálunk tényleg felgyorsulni, hogy tényleg elérjük ezt az 1 milliárd dolláros hozzájárulási értéket 2022 áprilisáig az aktív DAISY tagok segítségével. Úgyhogy nagyon izgatottan várjuk, hogy mit fog hozni az elkövetkező néhány hónap, és hát azt kell hónap, és el kell mondjam, hogy a 149 ezer hozzájáruló elérése az már önmagában hihetetlen, de természetesen mostantól már lehet látni, hogy azért miről is szól a DAISY, hogyha
még nem csatlakoztak be hozzánk, és még nem tudják, hogy miről szól a Daisy, az semmi gond, mert nincsenek elkésve, hiszen a legjobb még csak most fog érkezni. Tehát a Daisy modell hogyan is működik, illetve hogy ez a saját tőke, ugye equity, közösségi finanszírozás hogyan működik, most erről fogunk beszélni részletesen. Ugye említettem már az úgynevezett okos szerződést, a hozzájárulásnak az 50%-áért saját tőke részesedés, vagy részvénytőke, pontosabban részvénytőkét kapnak az Endotech-ben. Az Endotech ugyanis a teljes részvény, tehát egyébként most már az Endotech-et több mint 1 milliárd dolláros értékre becsülték, és hamarosan meg lesz a 2 milliárd dollár is, és ennek, tehát még egyszer mondom, a hozzájárulásnak az 50%-ának értékében hozzáférést kapnak az Endotech tőke részvénytőkéjéhez, és az 50-70% közötti összeg pedig az úgynevezett élő kereskedelmi számlára fog érkezni. Tehát 50-70%. Felhasználjuk a valós kereskedelemben, és itt nyilván ugye különböző fejlesztések valósulnak meg, és 70%-a az összes mesterséges intelligenciás kereskedelmi profit az visszamegy önökhöz, 15%-a a profitnak visszamegy a közösséghez, az úgynevezett jutalmazási terv keretén belül, 15%-a pedig ugyancsak a profitnak az Endotech-hez fog érkezni, hogy a fejlesztések megvalósítása megvalósulhasson. Tehát itt nyilvánvalóan itt erről van szó, hogy úttörő milliárd dolláros projekteknek a közösségi finanszírozásában vehet részt az ember. És még egyszer mondom, a hozzájárulás 50%-áért tehát részvénytőkét kapnak, és a fennmaradó 50% vagy akár 70% is ugye már a kereskedésbe fog bekerülni, és ugye a kereskedés fogja majd hozni a további profitot. Nos, de különböző szintekről beszélhetünk. Az első szint, ugye ez az, ahol mindenki kezd, az 100 amerikai dollárt jelent. Tehát miért 100 amerikai dollár? Hát azért 100 dollár, mert ez egy olyan összeg, amelynek segítségével bárki gyakorlatilag részt vehet a programon, azért ilyen alacsonyan határoztuk meg. Tehát itt tényleg ez a 100 dollárból, ugye 50 dollárért értékben kap az ember az Endotech-nél részvénytőkét, 50 dollár pedig belemegy az élő kereskedésbe, likviditás formájában, és ugye ebben a mesterséges intelligencia fogja gyakorlatilag előállítani a profitot. És ennek a profitnak a 70%-a visszamegy a vásárlóhoz, mármint a hozzájárlóhoz, 15% megy a jutalmazási tervbe, és 15% megy az Endotech-hez. Tehát, hogyha egyébként az egyes szintről el lehet jutni egészen a tízes szintig, a tízes szintnél 51.150, tehát összesen 102.300 dollárról beszélünk, a 102.300 dollárból 51.150 amerikai dollár értékű részvénytőkét kap az ember az Endotech-ből, 69.070 megy az élőkereskedésben likviditásként, és akkor ugye, nyilván ennek is a százalékai ugyanezek lesznek, tehát a 70%, tehát az előbb említett összeg 70%-át kapja meg az ember vissza, kvázi nyereségként. Tehát, ugye itt látjuk, hogy majdnem 70.000 dollár megy az élőkereskedésbe, több mint 50.000 értékű részvénytőke kerül a hozzájárulóhoz az Endotech-ből, és akkor látjuk, hogy a közel 70.000-ből 70%-ot kapja vissza, 15% megy a jutalmazási tervbe, és 15% megy az Endotech-hez. Tehát tehát lehet látni, hogy aki valóban magas szinten szeretne részt venni ebben a projektben, az egészen a tízes szintig eljuthat. Ugye említettem a transzparenciát, az átláthatóságot, ami a teljes modellt jellemzi.
Tehát 100%-osan valóságos, valódi az átláthatóság. Ugye vannak olyan projektek, amelyeket nyilván önök is ismernek, amelyek hát nem valódi projektek, és az a történet, amit megosztanak a világgal, az hát nem egészen az, ami valójában a színfalak mögött történik. Ezzel szemben a DAISY modell és a platformunk a 100%-os átláthatóság, a 100%-os transzparenciát biztosít. Semmit sem titkolunk, semmi olyan nem történik, amit el szeretnénk titkolni, de az egész közösség bármely pillanatban mindent láthat. Tehát 100%-ban valóság az, ami történik, és ez teljes mértékben átlátható. Amit borzasztóan szeretek a DAISY modellel kapcsolatban, hogy egyrészt az ember bármikor visszavonhatja a kereskedelmi jutalmazásait, tehát bármikor kiveheti, tehát ez abszolút megtörténhet, és ezeket egyébként, tehát az is megtörténhet, hogy az ember utána elkezdi ezeket összeadni, tehát hozzá is adhat ezekhez az összegekhez, tehát bármikor kivonhat belőle, bármikor hozzáadhat. És egyébként ugye a kezdeti likviditás, amit az ember felhasznált a kereskedésben, azt is egyébként bármikor vissza lehet vonni, amikor már a projekt befejeződött. Tehát azt akkor lehet visszavonni, amikor a projekt befejeződött. Tehát még egyszer mondom, az a kezdeti likviditás, ami a kereskedésben használódik fel, azt lehet visszavonni, amikor a projekt már befejeződött. Tehát lehet látni, hogy tényleg egy borzasztóan erőteljes projektről beszélhetünk. Tehát ott vannak, de közben is az emberé saját magáé fog maradni maga az összeg, maga az alap, a pénzalap, amit használ. Tehát még egyszer mondom, a kezdeti likviditást is vissza lehet vonni, fel lehet venni gyakorlatilag. Az Endotechnek egyébként van egy nyilvános tőzsdei elindulása, illetve ez vár rá, és ez nyilvánvalóan nagyon masszív pozícionálást fog jelenteni, és nagyon komoly támogatásba részesül. Tehát ugye nyilvánvalóan az Endotech akkor fog a tőzsdére vonulni, amikor már lehet látni az eredményeket, és hát nyilvánvalóan abban bíznak, hogy nagyon jól tudják majd pozícionálni. Tehát és azok, akik már a kezdetén elkezdik finanszírozni, támogatni a projektet, azok egészen más kapcsolatba kerülnek ugye magával a céggel, és hát rengeteg előnyét láthatják ennek. Ugye az, akik az Endotech-kel kapcsolatban voltak a múltban, azok is nagyon jól tudják, hogy mi nagyon jó kapcsolatban vagyunk az Endotech-kel, tehát nem véletlen volt a DAISY AI elindítása, és tényleg ők is egyértelműen látták, hogy ez egy hihetetlen lehetőség, amivel a világ elé lehet lépni. És egyébként még egyszer mondom, a tőzsdének az ereje az tényleg hatalmas. Tehát ugye vannak olyan cégek, amelyek már 30-40 éve a tőzsdén vannak, és egyébként én magam is rengeteg ilyen céggel dolgoztam, de soha nem voltam még annyira izgatott egy projekttel kapcsolatban, mint most az Endotech tőzsdére lépése előtt. Hiszen itt tényleg minden egyes hozzájáruló az hihetetlen előnyös lehetőségekkel rendelkezik. Most egy rövid videót szeretném most eljátszani, ezt átküldtem már egyébként mindenkinek, de bízom benne, hogy mindenki látni fogja. Itt láthatják majd, hogy az Endotech irodák azok valóságosak, lehet találkozni a különböző igazgatókkal, vezetőkkel, mindenki egy pár szót megpróbál megosztani önökkel. Ezt a videót kifejezetten az irodában vettük fel, azért, hogy mindenki láthassa, hogy az Endotech az valóban ki akar lépni a teljes világ elé. Vannak szakembereik, tudósaik, programozóik, szerte a világban vannak irodáik, de ezt a videót a központi irodában vettük föl, úgyhogy mindenkinek kellemes szórakozást kívánok a következő videóhoz. Találkozz az Endotech csapatával! Welcome to the Endotech. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Endotechnél.
én leszek a vendéglátotok, úgyhogy gyertek velünk ebbe a csodás helyszínre, és majd szeretném megmutatni azokat az agyakat, akik itt dolgoznak az Endotech-nél. Kérlek, kövessetek! Nos, itt van Betty és Mihály. Sziasztok! No, hát persze, elfoglaltak mond mindig. Na, akkor kövessetek erre, megyünk tovább. És akkor itt van Guy és Tom. Rengeteget segítenek nekünk. Sziasztok, köszönjük szépen! És akkor itt van Lana. Ugye, most is beszél, mint általában. És akkor még itt is van egy irodánk. Lucy és Boris. Sziasztok, örülök, hogy találkoztunk. És akkor itt ebbe a sorokba is ugorjunk már be egy pillanatra. Ide is beköszönök. Itt vannak a fiúk, sziasztok. Örülök, hogy ti is itt vagytok. És akkor kövessetek, gyertek velem tovább. Erre megyünk tovább. Itt egy picit megállunk. Pablo is nagyon elfoglalt. Hello, hello, sziasztok. Örülök, Pablo, találkoztunk. És persze valaki, akit mindenképpen szeretnétek látni. Sziasztok! Mit szeretném mondani azok, akik most néznek minket a mai napon? Na, mondj valamit! Hát, a legjobbat kívánom a felhasználóinknak, ügyfeleinknek, tagjainknak. Mindenkinek nagyon kellemes napot kívánok, és hát csatlakozzatok hozzánk! No, gyere velem! Oké! Na, gyertek, gyertek, kövessetek! No, itt is van egy nagyon elfoglalt kollégánk. Egyébként hamarosan majd vele is lehet személyesen közelebb találkozni, és akkor ide is beugrunk. No. Ó, sziasztok! Itt is vagyunk. No, csak szerettünk volna beköszönni a mai napon. Anna. Mindenki nézi most ezt a videót, esetleg néhány szót megosztanál-e velük. Hát nagy öröm számomra, hogy találkozhatunk, és a Zoom-on keresztül beszélgethetünk, és videókat bemutathatunk, lehet látni ezt a csodás kis irodát, itt dolgozunk. Nagyon boldog vagyok, hogy találkoztunk, és bízom, hogy találkozunk a jövő héten is, és hát nagyon szépen köszönöm. Na, köszönöm szépen. Tudom, hogy rengeteg dolgotok van, úgyhogy nem is akarok zavarni. És akkor ennyi volt. Ez volt a turnénk, legalábbis legfontosabb része. De azért van még egy stúdiónk. Majd mindjárt bemutatom nektek, hogy mi is történik a színfalak mögött. De ez egy nagyszerű helyen van ez az iroda. Tehát próbálunk egyébként majd bővülni. És nagyon büszkék vagyunk, mert itt az Endotech-nél a időben hozzuk az eredményeket, és a valóságot próbáljuk bemutatni. Látjátok, hogy nagyon elfoglaltak vagyunk. A csoportom nevében szeretném megköszönni, hogy csatlakoztatok, és bízom benne, hogy hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! I love it. So, egyszerűen imádtam. No, tehát ebben a ezen a napon ugye különböző videókat lehet majd látni, és hát az múlt hónapban hát nem igazán tudtunk személyesen találkozni, illetve a videók se feltétlenül készültek úgy a koronavírus miatt, de most már 12-13 éve dolgoznak a kollégák ilyen jellegű piacokon. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy persze még nem hallottam mindenki a teljes történetet az Endotech-ról és a Daisy AI-ról, és éppen ezért egy 10 perces videót szeretnénk bemutatni, amiben Dr. Anne is bemutatkozik, és elmondja, hogy mit is lehet tudni az Endotech-ről.
És egyébként, hogyha valaki több információt szeretne hallani erről, érdemes felmenni a Daisy, mert YouTube csatornájára is, ugyanis ott is lehet videókat látni arról, hogy a platformunk hogyan működik, hogyan produkálja az eredményeket, hogyan jött létre a Daisy, és hogyan próbálunk a következő szintre lépni. Amint itt lehet látni, az ember akár $100 is becsatlakozhat a Daisy-be, és aztán utána a következő szintek azok mindnek kétszereződnek, és lehet látni, hogy ugye az 50% a kereskedelmi számlára érkezik, és lehet látni, nagyon egyszerű maga az egész modern, nagyon egyszerű az egész folyamat, és minden folyamatosan a blockchain-be okos szerződéseken keresztül kerül, és van egy decentralizált alkalmazás, van egy pénztárca, nagyon könnyedén lehet gyakorlatilag csatlakozni a Daisy-hez és elindulni. Nos, a második projektünk az a múlt hónapban, egészen pontosan júliusban indult el, és ennek már ugye az úgynevezett Daisy tokennek az előértékesítése már elindult, és az úgynevezett BCO platformot is elindítjuk. Ez a decentralizált közösségi ajánlat. Már egyébként a HIT BTC kereskedésben is elérhető, és a token már élesben működik. Nos, hogyha eddig még nem jutottak hozzá a Daisy tokenhez, hát akkor nyilvánvalóan lesz erre lehetőség. Ez egy nagyszerű lehetőség, tehát tényleg meg lehet vásárolni a Daisy token, és mindenki élhet le az előnyeivel. De mi ez a DCO? Most a DCO az még egyszer mondom, a decentralizált közösségi ajánlatnak a rövidítése, ez gyakorlatilag kriptovalutáról van itt szó. Tehát itt ez egy platform, ami kriptovalutával kapcsolatos projekteket támogat. Tehát ez a Daisy tagok számára egy olyan platform, amelynek segítségével különböző kriptovaluta projektekben vehetnek részt. A Daisy token, azaz, amit az ember kap, és ezzel lehet gyakorlatilag az embernek különböző profithoz, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy hozamhoz jutnia. A Daisy tulajdonosok, azok az első, akik hozzáférnek ezekhez a projektekhez, és még egyszer mondom, ez egy 100%-ban decentralizált platform. Most egy rövid videóban fogok mutatni arról, hogy mi is jellemzi a DCO platformot és a Daisy tokent. Decentralizált közösségi finanszírozási platform. Egy teljesen zökkenőmentes közösségben tudunk a projektjeinket sikert elérni. 150 ezer aktív hozzájárulóval rendelkezünk, 150 milliót sikerült kaptunk közösségi finanszírozásban csak 90 nap alatt. Tehát lehet látni, hogy a jövőt építjük. Teljes mértékben decentralizált környezetben dolgozunk, és az emberek szerte a világban a világ legnagyobb projektjeiben vehetnek részt. Ez nem más, mint a Daisy DCO platform. A DCO az a decentralizált platform rövidítése, és így gyakorlatilag lehet látni, hogy egy közösségben vehet részt az ember a projektekben, amelyek tényleg inspirálóként hasznak. Ez a Daisy token, és ez a DCO platform az egyik legerőteljesebb, legmagasabb jutalékot ígérő platform szerte a világban. Vegyen részt ön is a DCO ökoszisztémában, nagyon sok előnyhöz vehet részt. A Daisy token egy nagyon izgalmas jutalmazási projekthez ad lehetőséget. Hihetetlen hozamot lehet elérni minden egyes projekten. Ugye vannak például ajánlásért kapott jutalmak, influencer jutalmak, illetve mindenkinek szavazati joga is van. Nos, ez tényleg egy egyedi platform. Blockchain platformokról beszélünk, és azt kell mondjam, hogy olyan közösséggel rendelkezünk, amely már most rekordokat döngető közösségi finanszírozási háttérrel rendelkezik. Részvénytőkét és egyéb bevételi forrás is jelenthet ez a platform minden egyes ember számára. Decentralizált, autonóm szervezet vagyunk, amelyet a közösség irányít. A kezdeti projekteknek már most
olyan lehetetlen, olyan hihetetlen lehetőségei vannak, amelyel tényleg milliárdosok lehetnek az első becsatlakozók. Nagyszerű médiakampányt indítottunk el, és már nagyon komoly bejelentések várnak azokra, akik nyitott füllel hallgatják ezt. A lehető legvezetőbb blockchain események csatlakoznak hozzánk, különböző influencerek csatlakoznak hozzánk, nagyszerű együttműködést dolgoztunk ki különböző platformokkal és különböző üzletágakkal. Azok közösségi tagok, akik részt vesznek az előértékesítésben, azoknak már most szeretnénk gratulálni, hiszen hihetetlen lehetőségbe csatlakoztak be. Nos, ez egy nagy szünep a Daisy-nak. Daisy számára is azt kell mondjam, hogy most történelmet érünk. Ez biztos. Nos, tehát a DCO platform ereje is mögöttünk van, és tényleg ez nagyon-nagyon rózsás jövőt vetít elénk. Tényleg hihetetlen lehetőség áll előttünk, hogy együtt érjük el azt a célt, mely nem más, mint 1 millió tag elérése. Nos, akik még nem Daisy-tagok, azokat mindenképpen szeretnénk hívni, hogy jöjjenek és csatlakozzanak hozzánk. Hogyha kérdéseik lennének, akkor mindenképpen keressék még azt a szemét, aki meghívta önöket ide, és vegyenek részt önök is a Daisy AI eredményeiben. Nyilvánvalóan mindenkinek szeretnénk segíteni abban az egyszerű folyamatban, amivel be lehet csatlakozni, és amivel már megkaphatja az ember az első okos szerződését. Az elkövetkező 30-32 napban komoly promóciókat fogunk folytatni, tehát szeptember 22-ig. Minden új tag, és még egyszer mondom, minden új tag, aki mostantól szeptember 22-ig csatlakozik, és aki az 1-től az 5-ös szintig csatlakozik, ugye 100 ingyenes Daisy tokent kap, a fölött, ami egyébként is jár. Tehát még egyszer mondom, az élő kereskedelmi jutalomon fölül kapják ezt. Tehát még egyszer mondom, 100 ingyenes Daisy tokent kapnak. Tehát mi ezeket a bónusz tokeneket a már forgalomban levő tokenekből adjuk oda. Ezek egyébként majd le lesznek zárva a következő években, és ezek a fejlesztőknél lesznek majd, stb. De hát azt a döntést hoztuk, hogy ahelyett, hogy ezeket a tokeneket eladnánk a nyílt piacnak, az elkövetkező 30 napban fogjuk ezeket kiosztani, tehát nem akarjuk kilúgozni a piacot, szó sincs róla, tehát ez egy 30 napos visszanemtérő lehetőség lesz. Tehát hát nyilvánvalóan az árak majd az idővel fluktuálni fognak, de még egyszer mondom, hogy itt ingyen Daisy tokeneket fogunk adni azoknak, akik csatlakoznak, és akik az 5-ös szintig lépnek be. Ezen felül bárki, függetlenül attól, hogy új tagról beszélünk, meglévő tagról beszélünk, aki a 6-os, 7-es, 8-as, 9-es vagy 10-es szintre kerül, azok is ingyen tokeneket fognak kapni. De ugye ez attól függ, hogy melyik szintről beszélünk. Ha 6-os szintre vásárol be, akkor plusz 100 ingyenes Daisy tokent kap. 7-es szintnél további 200, 8-asnál további 400, 9-es szintnél további 800 ingyenes Daisy tokenről beszélhetünk, és a 10-es szintnél pedig a bónusz token mennyisége 1600 lesz. Tehát minden tag, függetlenül attól, hogy meglévő vagy új tag, aki 6-os, 7-es, 8-as, 9-es vagy 10-es szintbe vásárol be, az előbb említett 100, 200, 400, 800, azaz 1600 ingyenes Daisy token fogja kapni, ugye szeptember 22-ig. Aki a peer-to-peer ajánló programban vesz részt,
minden olyan tag, aki 5000 amerikai dollárra rendelkezik a személyes ajánlási hozzájárulásban, az itt egyébként van itt egy elütés, a Diane, ezt elnézést kérek, most mindegy. Tehát bármely tag, aki 5000-re rendelkezik a személyes ajánlási hozzájárulásban, az 100 Daisy token fog kapni, és a token bónusz az ugye 5000-enként jár, tehát akinek 10000 van a személyes utalási hozzájárulásnál, az ugye 200 Daisy token kap, akinek 15000 van, az 300 Daisy token kap, tehát hogyha akinek 20000 van, az 400 Daisy token kap, stb. Tehát 5000-enként 100 bónusz Daisy token jár. Tehát mondok egy példát, tehát valaki mondjuk 3 embert ajánl, akik egy 2-3-4 szintre vásárolnak be, ami ugye 31000 amerikai dollárt jelent, az ugye 9000-nyi személyes ajánlási hozzájárulást kap, és ugye emellett még jönnek az a Daisy token bónuszok is. És egyébként nyilván nincsen korlát, bárhány embert lehet ajánlani, és nyilván a már meglévő tagokra is igaz ez. Ott van mondjuk John, ugye áprilisban mondjuk azt ajánlottuk John-t, és John azt mondja, hogy most akkor szintet szeretnék lépni, és John a Daisy-ben szintet lép, maga ez a szintlépés is bele fog számítani az adott személynek a személyes ajánlási hozzájárulásába. Tehát ez a szintlépés, ez megint csak jelenthet bónusz Daisy tokent. Ez egy egyszeri promóció, ez a mostani. És ez egy indulási csomag részét képezi, amellyel szeretnénk a piac figyelmét még jobban felhívni a Daisy-re, és ugye ezzel szeretnénk előkészíteni az szeptember végén induló DCO platformot. Tehát még egyszer mondom, ez egy egyszeri lehetőség, 30 napos promóció, és ez a promóció szeptember 22-e után már nem él. Tehát többet ilyen promóciónk nem lesz. És emellett a meglévő hozzájárulásoknak, illetve azok a hozzájárulások, amelyek a következő 30 napban érkeznek, ezeknek 2%-át a nyitott piac tokenjének visszavásárlására lehet használni. Tehát az összes hozzájárulás, ami beérkezik, annak a 2%-a, még ez az elkövetkező 30 napban, abból a nyílt piacon meglévő tokeneket lehet visszavásárolni, és ezeket a tokeneket utána, hogy mondjam, elégetjük. Tehát ez egy nagyszerű lehetőség, mert ezzel lehet a már körforgásban lévő mennyiséget csökkenteni. Ugye? Tehát tehát ezeket a tokeneket majd fel lehet használni, és ugye nyilván ezekkel majd lehet majd tovább foglalkozni. Nos, tehát még egyszer, minden tag, aki az 1-től az 5-ös szintig lép be, tehát az elkövetkező 30 napban az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös szintbe lép be, azok ugye 100 ingyen Daisy tokent kapnak. Tehát mondhatni, egy 1000 dollárnyi ajándékot kapnak bónuszként, akik ugye csatlakoznak ebbe a projektbe. Azok a tagok, akik akár meglévők, akár újak, akik a 6-ostól a 10-esig, tehát 6-os, 7-es, 8-es, 9-es, 10-es szintbe vásárolnak be, azok 100, 200, 400, 800, illetve 1600 ingyenes tokent kapnak az egyes szinteknek megfelelően, aki ajánl tagot, újabb csatlakozókat, azok ugye 5000 személyes ajánlási hozzájárulásonként 100 Daisy tokent kapnak. Ugye ez a token bónusz, ez 5000 pontonként, vagy 5000 személyes ajánlási hozzájárulásonként jár. És
Ez a két teljesen különböző rendszer, és még egyszer a hozzájárulásoknak a 2%-a értékét azt arra fogjuk használni, hogy visszavásároljuk a nyílt piacon meglévő tokeneket, és ezeket a tokeneket, ezeket kivonjuk a forgalomból, kvázi elégetjük, tehát gyakorlatilag ezek véglegesen eltűnnek majd a rendszerből, nem lesznek benne a forgalomban, tehát ez egy nagyszerű lehetőség, és nagyon bízunk benne, hogy ebből kiveszitek a részüket, részeteket. Tehát ez, és akkor ugye most mutatunk egy videót a Daisy ajánló programról. Ez most az első alkalom, hogy ezt a videót bemutatjuk, ezt még soha nem mutattuk be. Egyébként le fogjuk forgatni különböző nyelveken, és hamarosan majd elérhető lesz ezeken a nyelveken is. Azt kell mondjam, hogy ez az ajánlási program, ez nagyszerű, hiszen annyira egyszerűen meg lehet osztani a hírt másokkal, és ez teljesen egyszerűen működik, és mindenki, aki ajánl valakit, az azonnal látja ennek az eredményét, hiszen ennek is része van a jutalmazási programban. Tehát, amikor az ember valakit ajánl, és az ajánló az hozzájárul, akkor az rögtön megjelenik az okos szerződésében. Tehát gyakorlatilag így egyfajta globális profit megosztó poolból részesülhet az ember, és ugye vannak ugye személyes ajánlások, és vannak csapat ajánlások. Tehát amikor a csapat, valakinek a csapata ajánl valakit, az is rögtön azonnal megjelenik a szerződésben. És ami nagyon-nagyon izgalmas ebben a Daisy ajánló programban, az az, hogy gyakorlatilag van folyamatos jövedelem a teljes platformon ebből az ajánlásból. Az összes profit 15%-a, az összes kereskedelmi jövedelem 15%-a, az gyakorlatilag egyfajta maradék jövedelemként jelenik meg, ami hihetetlen, tehát tényleg nagyszerű. Ugye az olyan projektekben, mint az Endotech, azt lehet látni, hogy rengeteg passzív jövedelem van, és amikor egy olyan ember, aki ajánlott valakit, akkor az is újra és újra és újra megkapja a jövedelmet, annak ellenére, hogy mondjuk csak egyszer végezte el a munkát, tehát lehet látni, hogy ez egy folyamatos jövedelem lesz, ez egy... Lehet látni egyébként magát a programot fönt a weboldalon, nagyon részletesen elmagyarázunk mindent, és abban benne van minden, de egyébként a videónkban is nagyon részletesen el lehet majd, vagy meg lehet ezt nézni. Na, nézzük, hogy akkor hogyan is működik, milyen a kifizetés, miről szól. Hogyha ilyen kérdések merülnek fel valakiben, akkor egyszerűen elküldjük majd neki a következő videót, és az tényleg mindent elmagyaráz. Tehát ez megint csak, higgyétek, egy a videónak az elkészítése nem volt egyszerű, de ezzel rengeteg időt és energiát meg tudtok majd spórolni. Okos szerződésként a teljes Daisy peer-to-peer jutalmazási terv a blockchainben működik. Tehát gyakorlatilag mindent azonnal kifizettünk a pénztárcába, semmihez nem lehet hozzányúlni, semmit nem lehet módosítani senki részéről, minden tranzakció 100%-os transzparenciával, átláthatósággal rendelkedik. És egyáltalán nem befolyásolják az emberi hibák, ugyanis ez egy decentralizált digitális platform, amely minden ígéretet megvalósít minden időben. A Daisy okos szerződéshez tartozó ajánlási program a leghatékonyabb ajánlási program ezekben a peer-to-peer modellekben. És ami a legjobb, hogy nem csupán folyamatosan kaphatunk jövedelmet a munkánkért és a csapatunk munkájáért, de ugyanez igaz a teljes közösség munkájáról is. Minden esetben, hogyha valaki hozzájárul 1-től 7-es szintig, akkor 46%, és ha 8-től 10-es szintig, akkor 27,3% az, ami ebbe a részbe kerül. Az előző videóból tudhatják, hogy az 1-től 7-es szintek 50%-a, és a másik szintek 70%-a a Daisy alapba kerül az Endotechnél, és ezt likviditásként használják a különböző mesterséges intelligenciás fejlesztési programokhoz. Tehát ez azt jelenti, hogy minden egyes hozzájárulásnak legalább 96%-a a közösség számára fog dolgozni. Ezen túl
minden egyes szint hozzájárulásának 50-70%-a a profitot fog generálni, és ennek a profitnak a 70%-a az ahhoz a hozzájárulóhoz fog érkezni, aki a likviditást biztosította, 15% pedig pluszban a közösség számlájára kerül. Az egyes szint az 100 dollárnyi tokent jelent, a kettes szint az 200 dolláros, és minden egyes szint hozzájárulása megduplázódik egészen a tízes szintig. 1-től 10-ig akár 102.300 amerikai dollárnyi token hozzájárulást jelenthet. Na, csak akkor induljon el az utazás a DAISY jutalmazási tervben. Ez egy 310-es matrix. Minden tag a DAISY-ben az egyes szinten kezdi az útját 100 dollárra, és ugye utána a matrixban a következő szintre lép, hogyha ajánlás történik. Nézzük, mi is a 3x10-es matrix, és hogyan működik a tagoknál, ugye annak függvényében, hogy kit ajánlottak. Ugye fontos, hogy milyen szintnek a hozzájárulása, az saját 3x10-es matrixra rendelkezik. Ez nagyon-nagyon erőteljes, mert a 100 dollárnyi amerikai dollár tokenen túl gyakorlatilag az ember minden egyes szinttel egy új mátrixot nyit meg. A 3x10-es mátrix egyszerűen azt jelenti, hogy minden ember három pozícióhoz kapcsolódik, ugye generációkról beszélhetünk, az egyes generációhoz mindig három pozíció kapcsolódik. És ugye látjuk, hogy a második szintnél ugye már 90, aztán 27, aztán 48, 278, 749, 2183, 7641, 19683, és egészen a tízes generációig, aminél 150.049 pozíció tartozik. Így összesen 88.572 tagról beszélhetünk, és ugye ez egy 3x10-es mátrix. Hogyha az ember az egyes szinten van, akkor azt mondhatjuk, hogy 88.572 pozíció van ebben a 3x10-es mátrixban az egyes szint. A kettesnél ugyancsak van 88.572 tag lehetőség, és ugye megint csak 88.572 pozíció van a kettes szintű mátrixban. Minden egyes szintnek megvan a maga mátrixa, és ugye olyan tagok kerülhetnek csak bele, akik hozzájárultak abba az adott szintbe. Tehát úgy tud az ember az egyes szintbe csatlakozni, hogy 100 dolláros hozzájárulást biztosít a kettes szintnél, pedig az ember úgy tud bekerülni, hogy 200 amerikai dolláros hozzájárulást ad. És hát nyilván a kettesből ugye megint csak fel lehet jutni a hármas szintre. De természetesen itt ugye azoknak a helyre lehet beépülni, akik már ilyet tovább léptek. Tegyük föl, hogy John ajánlotta Mary-t, Mary ajánlotta Tomot. Tehát John az szépen végigment a 10 szinten, Mary egyes szintű, és Tom kettes egyes szintű tag ugyancsak, de mivel John följebb lépett a kettesre, itt lehet látni, hogy így helyezkedik el a kettes mátrixban. Marynek nincsen azonban pozíciója a kettes szintben, mert ő még az egyes szinthez tartozik. Amikor Tom tovább lép a kettes szintre, akkor ott megkapja John kettes szintű mátrixában a meglévő helyet, tehát így kerül be Tom. Hát lehet látni, hogy Tom most már John kettes szintű mátrixába tartozik. Nos, Mary most már készen áll arra, hogy tovább lépjen a kettes szintre, mivel látjuk, hogy kapcsolatban áll Johnnal, lehet látni, hol helyezkedett el. De Mary úgy dönt, hogy mondjuk a hármas szintbe lép tovább, és akkor megkapja a következő elérhető pozíciót John hármas szintű mátrixában. És amikor Tom is úgy dönt, hogy ő följebb lép a hármas szintre, akkor megkapja a következő lehetséges pozícióját Mary hármas szintű mátrixában. Ugyanis Mary volt a személyes ajánlója Tomnak, és Mary már ugye kiérdemelte a saját hármas szintű helyét. Amit lehet látni, azok az tagok, akik az egyes szintekre tovább lépnek, azok óriási előnyöket élveznek, hiszen a következő mátrixban a lehető legjobb helyre kerülnek. Na,
És akkor mi a következő csoda a 3x10-es mátrixban? Mindenkinek van három nyitott pozíciója az egyes generációban, és ugye így lehet berakni az embereket a generációba. Nos, ez a fajta dinamika, ez azok számára is előnyös, akik nem ajánlottak új embereket. De ahogy a közösség nő, úgy folyamatosan nő annak a hatása a már meglévő tagokra. Tehát ugye az egyes szintet használjuk, ugye amikor John egy újabb tagot ajánl, ugye most már mind a három szint be van töltve, akkor így a negyedik generációba fog kerülni ez az új tag. És amikor ő tovább lép a kettes szintre, akkor ott is, hogyha már ugye be vannak töltve mondjuk a két generáció helyek, akkor a hármas generációba fog kerülni. És amikor tovább lép a hármas szintre, mivel John hármas szintű mátrixában már be van telve a helye az egyes generációban, akkor bekerül a kettes generációban. Tehát ez a nagy dinamika, ami a 3x10-es mátrixban megjelenik. Tehát 1-től 7-ig akár 38%-os kifizetésről is beszélhetünk, a 8-tól 10-ig pedig akár 17%-os megtérülésről is beszélhetünk. Az egyes generációnál ugye 4% az 1-től 7-es szintekig, és 2% a 8-tól 10-ig. Kettes generáció 4% és 2%, 3-as generációtól 8-ig 3% és 1,5%, 9-es és 10-es 4% és 2%, ugye még egyszer mondom, ugyanez igaz a 9-es és a 10-es szintekre is. Ez azt jelenti, hogy minden hozzájárulás, ami az adott generációban történik valaki részéről, ugye az egy ilyen plusz jutalékot jelent. Tehát a Matrix jövedelem is megérkezik az adott személyhez, még akkor is, hogyha valaki egyetlen embert sem ajánlott. Annak érdekében, hogy Matrix jövedelemhez jusson hozzá az ember, nagyon fontos, hogy teljesüljenek a személyes ajánlásnak a követelményei. Az egyes szintű Matrixnál ugye $100-ról beszélhetünk, itt nincsenek kívánalmak, 3x10-ig természetesen, ugye fontos, hogy az ember megtegye a szükséges plusz hozzájárulást, hiszen így tud följebb lépni. A hármas generációnál 3 személyes ajánlásra van szükség, és összesen 1000 amerikai dollárnyi hozzájárulás. A 4-es generációnál 6 személyes ajánlásra van szükség, és összesen az ajánlottak részéről $2000 hozzájárulás, az 5-ösnél 9 személyes ajánlás, és összesen az ajánlottak részéről $4000 hozzájárulás szükséges, a 6-os szinthez 12 személyes ajánlás szükséges, és az összes hozzájárulás részükről minimum $8000 kell, hogy legyen, a 7-es generációnál 15 személyes ajánlásra van szükség, és összes hozzájárulás részükről $32000, a 8-as szintnél 18 személyes ajánlásra van szükség, az összes személyes hozzájárulás részükről pedig $32000 kell, hogy legyen. A 9-es szintnél 21 személyes ajánlásra van szükség, és teljes hozzájárulásnál $64000, és a végezetül a 10-es generációnál 24 személyes ajánlásra van szükség, és összesen $128000 hozzájárulásra. Nos, akkor nézzünk egy példát arra, hogy mennyire erőteljes ez a Matrix bónusz. Néhány statisztikát láthatunk itt. Egy olyan személy, akinek egy teljes egyes szintű Matrixa van, az $344,460 kap, a kettes szintnél, a 1-től 7-es szintnél akár $43,746,420, és 1-től 10-ig, ha teljesen tele van a Matrix, akkor $154,318,080-ról beszélhetünk. Nos, hát ez egy hatalmas szám, de ugye ezzel meg lehet érteni, hogy ez a Matrix bónusz, ez milyen hihetetlen erővel is bír. Nagyon fontos jutalom még az a Matrix plusz bónusz, tehát a teljesülési bónusz, tehát ez azt jelenti,
hogy amikor Matrix bónuszt kap valaki, akkor gyakorlatilag az annak a 10%-át megkapja az, aki ajánlotta az előbb említett személyt, aki elérte ezt az összeget. De ehhez fontos, hogy az ember annak a szintnek a tagja legyen, mint az a személy, aki az előbb említett bónuszt elérte. Tehát amikor valaki elkezdi az utazását Daisy-vel az egyes szinten, az nyilván ajánlás útján kerül be. És így ugye egyfajta szponzor lesz az, aki ajánlotta az embert. És gyakorlatilag itt lehet látni, hogy minden egyes bónusznak az 5%-a az visszakerül ahhoz az emberhez, aki ajánlotta az embert, és így az akár 102.300 dollárt is érhet ez. Egy embernél, a 10-es szintnél ez 5115 dollár. De egyébként ebben az esetben ez az 5%-os, az 5%-os bónusznál nem számít, hogy az ajánló az milyen szinten van. És nem csak van az 5%-os ajánlási bónuszt kapja meg az ember mindegyes szintről, hanem van egy 3,5%-os másik reziduális ajánlási bónusz, ami az Endotech-hez kapcsolódik. Itt egyébként nincsen korlátja annak, hogy az ember hány embert ajánl, és nyilvánvalóan nincsen korlátja ennek az úgynevezett reziduális ajánlási bónusznak sem. És ez egyébként még izgalmasabb a Daisy tervének köszönhetően. Tehát itt ugye meg lehet kapni a 3,5%-os reziduális bónuszt a személyes ajánlások alapján, de további 1%-os reziduális bónuszt lehet kapni a 2-től 10-es generációhoz tartozó ajánlottak után is. Nagyon egyszerű módon működik. A Matrixban ugye az ember, három ember van az egyes generációban, de az úgynevezett egyszintű ajánlásban, vagy egyszintű rendszerben mindenki az alattunk levő szinten található, és aztán akit ők ajánlottak, az pedig a kettes szinten van, és ez az úgynevezett egyszintű ajánlási bónusz, ugye ez a plusz 1%-os, itt erre lehet látni a példát. Tehát a Matrix bónuszhoz hasonlóan az egyes és kettes generációknál nincsen szükség személyes ajánlás, itt és nincsen elvárás a hozzájárulásnál sem. Ez igaz az egyszintű ajánlási bónusznál is. A hármas generációnál viszont három ajánlásra van szükség, és 1000 dollárnyi hozzájárulásra. Aztán hasonlóan lehet látni megint csak a 3-tól 10-ig az egyes adatokat. A Matrix bónusztól eltérően itt nincsenek már további elvárások, ugyanis itt nem kell, hogy az ember ahhoz a szinthez tartozzon, mint ahonnan a bónusz érkezik. És egyébként egy VIP programunk is van a tagok számára, az 1-től a 10-es szintig. Ezeknek a tagoknak lehetőség van arra, hogy létrehoznak az Endotech-nél egy személyes kereskedelmi számlát, ami nagyszerű jutalmakkal kecsegteti az embereket. Ugyanis itt a személyes ajánlások 4%-ot adnak, 2%-ot a generációknak, és 2% kerül az úgynevezett Pacesetter Gold Bonus Poolban, és 2% a Pacesetter Leadership Gold Bonus Poolban. Tehát amit egyébként a legjobb részének tartanak ennek a programnak, az a Pacesetter Leadership és a Pacesetter Gold bónusz. A Pacesetter Gold az új tagoknak az eredményén alapul az első 30 napban. Tehát a tagok történetében, amikor elérnek egy-egy Matrix szintet, akkor kinyílik a következő generáció. Tehát például mondjuk valaki ajánl három tagot, és ők 1000 dollárnyi hozzájárulást tesznek, akkor ezzel a következő szintbe lép az ember. A Pacesetter Gold az csak az első 30 nap alatt élhető el, és ehhez 24 ajánlásra van szükség, és 128.000 dollárnyi hozzájárulásra az ajánlottak részéről. Tehát ez, ha valaki eléri ezt az első 30 napban, az Pacesetter Gold tag lesz, és ezzel életre szóló nyerességet és jutalmat tud zsebre tenni. Egyrészt van egy 5%-os
úgynevezett equity, tehát részvénybónusz. A Pacesetter Goldnál ez az 5%-nyi tőzsde részesedés, még más, tehát még ehhez még hozzájárul, 1,8%-os részesedés a globális hozzájárulásokból. Tehát ez, tehát a Pacesetter Gold tagokhoz jut ez az 1,8%, és minden Pacesetter Gold a globális AI rewardokból, tehát jutalékokból is kap 1,25%-ot, illetve a ki nem fizetett reziduális kereskedelmi bónuszokból is 50% a globális bónuszpoolba kerül, és ezt is szétosztjuk a tagok, a Pacesetter Gold tagok között. Tehát így lehet látni, hogy folyamatos jövedelemre lehet szert tenni, hogyha az embernek van Daisy tagsága. De a Pacesetter Leadership bónusz az még ennél is izgalmasabb. A Pacesetter Leadership az további 1,8%-ot kap a globális hozzájárulásából, és 1,25%-ot minden globális AI jutalomból. És itt is van egy 50%, aki nem fizetett jutalékokból, ami a globális bónuszpoolba kerül, és ezt megint csak egységesen osztjuk szét a Pacesetter Leaderek, ugye vezetők között. Tehát mindenképpen érdemes ebben részt venni. Ehhez fontos, arra van szükség, hogy legyen 3 Pacesetter Gold minősítésű tagunk, akiket ugye mi ajánlottunk. Ugyanis, hogyha ez megvalósul, akkor az ember kiveheti a részesedését a Pacesetter Leadership Poolból. Ugye fontos, hogy itt van a személyes ajánlási bónusz, az egyszintű ajánlási bónusz, a Pacesetter Gold és a Pacesetter Leadership Pool bónusz. Hát, és ezek mind-mind azonnali kifizetést biztosítanak a pénztárcába. És ezzel elmondhatjuk, hogy Daisy a legerőteljesebb jutalmazási tervet hozta létre ebben az ágazatban. Nos, hogyha a Daisy ebben nézte ezt a videót, akkor megtalálhatja a linket az ajánláshoz, és ott van lépésről lépésre, hogy hogyan lehet tovább lépni. Hogyha nem látja ott ezt a linket, akkor viszont megy fel a kapcsolatot azzal a személlyel, aki az ön számára ajánlotta ezt a videót. Mindenképpen érdemes a Daisy mozgalomban részt venni. All right, guys. And nos. Welcome to all of you who are making the decision to join Daisy. Mindenkit köszöntök, aki úgy döntött, hogy csatlakozik a Daisyhez. Valóban igazi történelmet írunk, és köszönöm azokat is, akik már részét képezik a Daisy csapatnak. Gratulálok mindazoknak, akik a következő szintre kvalifikáltak. Az elkövetkező 30 nap hihetetlenül izgalmas lesz, valódi lendületet tudunk venni, és a következő szintre tudunk jutni együtt. És köszönöm szépen mindenkinek, aki csatlakozott a mai nap ehhez a találkozóhoz. Lépjünk tovább együtt, és írjuk együtt a történetet. Köszönöm szépen, hogy csatlakoztak, csatlakoztatok, és folytatjuk.